Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Fókuszban, hírháttér magazinunkban, amelyen minden kedden este jelentkezünk a híradó után. Mai műsorunkban a Vörös Kereszt Makói Szervezetének munkájáról beszélgetünk. A témával kapcsolatban köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Vass Sándornét, a Magyar Vörös Kereszt Makói Szervezetének vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta megkívásunkat. Most is éppen egy víradásról érkezett, honnan jött hozzánk. Igen, Földeákon jártunk kint a délelőtt folyamán. Ez egy olyan településünk, ahol igen aktívak a véradók, igen nagy számban szoktak megjelenni, és nagyon örülünk, hogy a mai napon is több fiatallal találkoztunk. Nagyon nagy szükségünk van a vérre, és minden alkalmat megragadunk, és minden lehetőséget, ami kínálkozik, hogy ki tudjunk menni a véradásokra, hisz bizonyára többen értesültek róla, hogy igen nagy mennyiségű a vérfelhasználás, és a véradók száma sajnos csökken. Igyekszünk ellátni az igényeket, de néha akadnak kisebb, apró fennakadások. Mi legutóbb ugye nyár elején, május végén beszélgettünk, akkor ugye készültek a nyárra, amely mindig ugye a véradás vér szempontjából krízist jelent. Hogyan sikerült a nyár, hogyan sikerült átvészelni? Egyrészt a vér szempontjából, másrészt ugye másmilyen feladatok is nehezettek önökre, ugye a migráns helyzet. Először akkor beszéljünk egy picit a vérekről, hogy ezt hogyan sikerült a nyáron megoldani. Igen, hát nyáron mi minden évben rendszeresítjük az augusztusi véradó tombolánkat, tehát próbáljuk valamivel ösztönözni a véradókat, hogy a nyári szabadságolások alatt is ne szokjanak le erről a jó tulajdonságukról, hogy eljönnek vért adni. Tehát minden évben helyi vállalkozók, cégek fölajánlásából vannak tombolatárgyaink, illetve az idei évben a Glorious Hoteltól kaptunk egy kétszemélyes vacsorát, ez lett a hónap fődíja. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült a nyár, függetlenül attól, hogy az éves tervhez sajnos nagyon le vagyunk maradva a betervezett vérmennyiségekkel. Ennek több oka van, én elsősorban azt látom, hogy nagyon sok véradónk most már eléri azt a kort, tehát a 65 éves kort, amikor már nem adhatnak vért. Nem azért, mert ők betegek, hanem azért, mert van egy élettani sajátossága ugye a véradásnak, és nekünk a donorok egészsége legalább annyira fontos a későbbiekben is. Tehát ügyelünk arra, hogy 65 éves kor fölött már nem igazán adhatnak vért. A másik dolog az, hogy a fiatalokat sajnos úgymond elcsábítja a plazma ferezis központ, ami Szegeden indult. Igen, kedvező feltételeket biztosít és csábító feltételeket biztosít a fiatalok számára, de én azért elmondhatom, hogy most szeptember-októberben voltunk makói középiskolákban véradáson, és ettől függetlenül én azt mondhatom, hogy ez is nagyon sikeres volt. Tehát azért az itteni fiatalok, én úgy gondolom, hogy maradnak itt helyben, állunk és itt adnak vért. A másik dolog, amire kitetszett térni, ez a migráns helyzet. A Magyar Vörös Kereszt természetesen, mint humanitárius szervezet részt vett ebben. A nyári hónapokban kint szolgálatot teljesítettünk. Elsősorban pszichoszociális segítségnyújtás kapcsán voltunk kint, tehát a migráns gyerekekkel foglalkoztunk, nőkkel. Ugye van az élettani sajátosságokból adódóan nők, azért nőkkel másképp tudnak kommunikálni, mint mondjuk egy férfival. Illetve a gyerekeket próbáltuk lekötni játékokkal, kifestőkkel, rajzolgattunk velük. Ezen túlmenően, amennyiben igény volt rá, elsősegélybe is részesítettük a migránsokat. Voltak olyan sérülések, olyan sebek, amiket ugye mi el tudtunk látni, és nem igényeltek mondjuk mentőt, orvosi ellátást, tehát mi ebből igen kivettük a részünket. Mennyi időt tartózkodtak a határon, én nem akkorról? Én magam 7 napot voltam kint. Ez mondhatom azt, hogy június, július, augusztus hónapban voltam kint, úgyhogy reggel 8-tól délután 5 óráig volt a szolgálatunk. Ez idő alatt, ugye, akik megfordultak a begyűjtőhelyen, a röszkei határ mellett volt egy ilyen depó, ott teljesítettünk még szolgálatot. Igen, ebből is látszik, hogy nem csak a vérvétel, illetve a véradás szervezése a Vörös Kereszt feladata, hanem sok minden más, de mi azért térjünk vissza egy kicsit megint a véradásra. Ugye
Említette, hogy 65 év felett már nem tanácsos vért adni. Kik lehetnek véradók? Minden 18. életévét betöltött fiatal, aki legalább 50 kiló, tehát van egy olyan súlyhatár, amit azért illik elérni, mert ugye a vérből, a meglévő vérmennyiségből 4,5 decit leveszünk, ez valamilyen szinten azért terheli a szervezetet, és azért egy kisebb súlyú egyént ez lehet, hogy adott esetben jobban megvisel. Viszont a mi szervezetünk annyira intelligens, hogy ha valamilyen veszteség éri, akkor ugye pótolja. Vannak olyan véradóink, akik többször adtak vért, és elmondták, hogy érzik, hogy a szervezetük frissül. Tehát a veszteséget pótolja a szervezet, új friss sejteket termel, és ezáltal úgymond frissül az egész egyén. Illetve várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szeretne segíteni. Akár azért, mert a családjában történt valami olyan eset, és valamelyik családtagja esetleg kapott vért. Vagy úgy gondolja, hogy bármikor bárkivel történhet, és ő ezt nagyon fontosnak tartja, hogy tudjon segíteni. El szoktuk mondani, hogy egy véradással 3 ember életét mentik meg. Tehát olyan, hogy teljes vér nem igazán használják föl, tehát készítmények készülnek a vérekből, és annak a betegnek, vagy akár balesetet szenvedett egyénnek azt a vérkészítményt használják föl, amire neki a gyógyulásához szüksége van. Nagyon szeretjük azokat a hozzátartozókat, akik megköszönvén, hogy a családtagjukon segítettek, ők is utána rendszeres véradóink maradnak. Tehát van erre is példa. Illetve a fiatalok körében nagyon csábító, hogy ők eljutnak arra a szintre, tehát fontosnak tartják azt, hogy segítsünk embertársainkon. Gyakran találkozunk azzal, hogy közömbösek vagyunk egymás iránt. És ugye itt az is nagyon fontos, hogy aki adja a vérét, tehát anonim marad. Tehát soha nem tudja, hogy kin segít, illetve kinek a vérét kapja. Tehát ez szerintem egy nagyon szép dolog. Most annak kapcsán is beszélgetünk itt, hogy a héten köszöntik a makkói többszörös véradókat. Itt a 15-30, illetve a 30 és 100 szoros Igen. véradókat is köszöntik. Erre minden évben sor kerül karácsony előtt, nem sokkal ezekre az ünnepségekre. Igen, november 27-e hivatalosan a Véradók Világnapja, tehát ez minden évben meg szokott történni. Budapesten van egy központi ünnepség, ahol a megyékből delegálnak kitüntetettek. Ez lehet többszörös véradó, tehát 100 fölötti véradó, lehet véradó szervező, vagy véradás támogató egyén. Most például Makóról is lesz egy kitüntetettünk az idén, a Karkas Mihály Azsivodán Hungári Kft. Vezérigazgatója fog kitüntetést kapni, illetve területenként meg szoktuk jutalmazni a többszörös véradóinkat. Most 2 ünnepségünk lesz, az egyik 26-án a Kisbagoly étteremben, ahol a 30-tól 100-szoros véradóinkat fogjuk kitüntetni. Nagyon örülök neki, hogy az idén 2 fő 100-szoros véradónk van. Illetve 27-én az irodába, fönt a Vöröskereszt irodába várjuk a 10-től 25-szörös véradókat. Természetesen róluk sem szoktunk megfeledkezni, mert aki legalább 10-szer nyújtotta a karját, abból lesz majd valamikor a 100-szoros véradó, legalábbis reméljük, hogy fontosnak tartja, és az egészsége is engedi, hogy ő is majd 100-szoros véradó lehessen. A 26-ai ünnepség arról szokott szólni, hogy egy nagyon kedves kis műsorral kedveskedünk a véradóknak, van egy kis köszöntő, és utána egy vacsora. Az idei évben a menyuke nyugdíjas és megváltozott munkaképességű egyesület, illetve a Bárka óvoda óvónéniei házi sütésű süteményekkel fognak kedveskedni. Illetve az irodai ünnepségünkön a kiszombori Juhász Kálmán cukrászmester jóvoltából tudunk pogácsát felszolgálni, és ott is egy kis műsorral készülünk. Emléklapokat adunk át, és utána családias kötetlen beszélgetést szoktunk a véradókkal tartani. Hogyan lehet valakiből akár 100-szoros véradó? Értem ez alatt, hogy milyen sűrűséggel lehet elmenni vért adni? Tehát egy évben mondjuk hányszor lehet, vagy hány hetet kell kihagyni egy-egy véradás között? Férfiak egy évben akár 5 alkalommal is adhatnak, nőknél 4 alkalom.
Tehát úgy szoktuk számolni, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telni. Tehát mi leszoktuk egyszerűsíteni, hogy 3 hónap. Mivel a szervezetnek szüksége van a regenerálódásra, és 3 hónap az, amikor már újra lehet vért adni. Közelegnek az ünnepek, közeleg a karácsony, ilyenkor ugye az adománygyűjtésre is figyelmet fordít. A Vöröskereszt mit terveznek itt Makón? Igen, most a legfontosabb a Tesco gyűjtésünk, amit minden évben meg szoktunk tartani, közösen a Tescoval. Az idén a Milka is csatlakozott ehhez a rendezvényhez. Ez azt jelenti, hogy december 11-12-én délelőtt 10 órától este 6 óráig lent a Tescóban fogunk gyűjteni. Most az idei gyűjtés annyiba fog különbözni az előző évektől, hogy lesz kihelyezve per sej, tehát most pénzt is tudunk gyűjteni. Tavaly is előfordult, hogy voltak olyan adományozók, akik nem tartós élelmiszert adtak, hanem pénzt. Ezeket mi elköltöttük, és természetesen tartós élelmiszert vásároltunk, de ha az idén is lesz valaki, aki pénzt szeretne adni, akkor most ki lesz helyezve a persely, tehát ennek semmi akadálya nem lesz. A tartós élelmiszerek kikhez kerülnek? Tartós élelmiszerek többnyire azokhoz a segélykérőkhöz kerülnek, akik az év folyamán segélykérő papírt nyújtottak be a Vöröskereszthez, tehát ők nyilván tartott segélykérőink. Itt a Makó irodában. Így van, természetesen a Makó irodában, viszont a makói területhez még 15 kis település tartozik, és oda is szoktunk vinni ki csomagokat. Ezt az önkormányzattal közösen szoktuk szervezni, onnan kérünk hátrányos helyzetű családokat, és kiszállítjuk ezeket a kis adományokat. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és mindezt elmondta nekünk, egyrészt a véradás fontosságára, és felhívtuk a figyelmet, illetve hát az adománygyűjtésre, ami ugye hamarosan itt lesz. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!